Ebben az évben is megszervezte az Ügyeskedj a kerékpároddal című rendezvényét a Madarász Imre Egyesített Óvoda. A 13. alkalommal megtartott eseménnyel az intézmény ebben az évben csatlakozni kívánt a környezetbarát, fenntartható közlekedés népszerűsítő Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz. A kerékpáros vetélkedő célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekeknek több pályán keresztül bemutassák a biztonságos közlekedést, és megismertessék velük a betartandó szabályokat. A Városháza előtti téren tartották a rendezvény megnyitóját, ahol Balaj Tini és Ütő Margit, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője köszöntötte a megjelenteket. 2006-ban indult az intézményünkben egy olyan program, ami keretén belül elkezdtük a kerékpár népszerűsítését. Fontos a kerékpározás, hiszen egészséges életmódra nevel bennünket. Fontos az, hogy megtanuljunk helyesen közlekedni. A mai nap erről szól, hiszen mindenki biciklire fog pattani, és betartva a közlekedési szabályokat végig fog menni a különböző pályán. Örülünk annak, hogy szülők is itt vannak közöttünk, és segítik a mi munkánkat, és részt vesznek az intézményünk rendezvényén. Úgyhogy én mindenkinek nagyon jó szórakozást, balesetmentes közlekedést kívánok. A rendezvény megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere Szepesi Tibor is, aki elmondta, szerencsére egyre többen választják az egészséges életmódot itt Karcagon is. Egyre többen választják az egészséges életmódot, egyre többen használják azokat a kerékpáros lehetőségeket, amelyekkel az utóbbi években bővült a település, gondoljunk az erdei kerékpáros pályára, a pumpa pályára, a barnamezős ösvényekre, ahol folyamatosan lehet kerékpározni, és hát ezzel együtt természetesen a városban is egyre több a kerékpározó. Ez azt jelenti, hogy biztonságban kell tudnunk azokat, akik használják közlekedésre, az autók között használják a kerékpárt. Emiatt történt az, hogy felújítottuk a kerékpárutakat, kerékpársávokat építettünk, és nyilván ezt a programot szeretnénk folytatni. Viszont van egy dolog, és ennek nagyon örülök, hogy itt vannak a rendőrség képviselői is, hiszen ahhoz, hogy biztonságban tudjunk közlekedni, ahhoz nyilván, ahogy mondtam, van már kerékpár. Vannak már utak, jó minőségű kerékpárutak, amit lehet használni. De egy dolog nagyon fontos, a KRESZ-nek, a szabályoknak a betartása. És ezeket a szabályokat mindig gyakorolni kell folyamatosan, és lehetőség szerint minél hamarabb, minél fiatalabban elkezdeni ismerkedni ezekkel a szabályokkal. A köszöntő gondolatokat követően a gyerekek és a szülők egy rövid, de annál pörgősebb bemelegítéssel készültek fel a kerékpáros vetélkedőre. Ezt követően minden gyermek nyeregre pattant, és kezdődhetett a megmérettetés. Kovácsné Vadai Viktória óvodapedagógus elmondta, hogy minden tagóvoda 8 fővel vesz részt a vetélkedőn. Minden tagóvoda egy külön pályát kap, egy külön kialakított pályát. Itt közlekedési szabályokat gyakorolhatnak, játékosan gyakorolhatják a kreszt, kresztáblákat ismerhetnek föl. Ebben az évben a rendőrség munkatársait is elhívtuk, akik a rendőri karjelzésekkel ismertetik meg a gyerekeket egy játékos pályán keresztül. Ebben az évben a környezeti munkaközösség és a testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség tagjai szervezték aktívan ezt a rendezvényt. Köszöntjük még körünkben a Hungary képviseletében Dedinszky Csaba urat is, aki eszköztámogatásokkal hozzájárult a rendezvény lebonyolításához, valamint a rendőrség munkatársai is eszközökkel támogatták a rendezvényünket. A gyerekeknek 7 pályán kellett végigmenniük és teljesíteni a feladatokat. Volt, ahol a közlekedési lámpa jelzéseit kellett megtanulniuk, egy másik pályán pedig a táblákkal ismerkedtek. Néhány szülő is elkísérte a gyerekét a rendezvényre. Napi szinten használjuk a biciklit, mivel így járunk az óvodába, én is dolgozni, úgyhogy szeretjük, meg napi szinten boltba, mindenhova így megyünk. Szerintem ez egy csodás nap a gyerekeknek, egy élmény, hogy ezt így átéltik, meg megtanulhatják a közlekedést, mivel forgalomba járunk nap, mint nap. Egy másik szülő is hasonló véleményen van. Elmondása szerint a gyermeke már hetek óta erre a napra várt. Szerintem fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak biciklizni, és szabályosan és biztonságosan kerékpározzanak. Mi minden reggel biciklizünk iskolába, vagy óvodába, meg visszafele is, szóval használjuk a hétköznapokban is.
már a hét elején hallott, hogy lesz ilyen program, és azóta azt várja, hogy mikor jöjjünk ide. Az összes pálya tetszett neki, de szerintem eddig ez a legjobb neki, ez a körforgalmas. A rendezvényt átelérte a célját, a gyerekek a nap során megmutathatták, hogy milyen ügyesen tudnak kerékpározni, és hogy milyen jól ismerik már a közlekedési szokásokat, szabályokat és a közlekedési táblákat. A rendezvény végén minden gyermek egy-egy oklevelet és egy kerékpáros jelvényt vehetett át, és persze a közös fotó sem maradhatott el.